A közétkeztetés reformja zajlik az ország iskoláiban. Az eddigi üllői tapasztalatokról a diákokat és az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatóját is kérdeztük. Az iskolai menza étlapja nagyon változatos ételeket mutat. A perdöntő azonban a diákok véleménye. Nagyon finom szokott lenni, főleg amikor rizses hús van, bár kevésbé szeretem, amikor főzelék van, meg a krumpli levest, meg a megylevessel nagyon. Nagyon kedvesek a konyhásnénik, mindig, hogyha szólok, hogy egy kicsit többet szeretnék, akkor többet adnak. Vannak, amikor szólok, hogy hát ebből nem szeretnék kérni, mert mondjuk nem szeretem a csalamádét, akkor nem adnak. Változatos a kaja? Rendszeresen más az étel, van, amikor nagyon-nagyon finom, van, amikor kevésbé. Van, amikor krumplipüré van, azt nagyon szeretem, és van, amikor van ilyen édeség, például azt kapjuk ebédre, ilyen piskóta, azt minden gyerek nagyon szereti, akkor mindenkinek elfogy. Mit szeretnél, hogyha gyakrabban lenne? Nagyon szeretném, ha gyakrabban lenne harrudacska rizzel, mert azt nagyon szeretjük. Mi a véleményed az iskolai menzáról? Nagyon szeretem, finom ételeket adnak mindig, a konyhásnők is nagyon kedvesek, sokszor adnak repetát, sajnos sokszor szokott nagy lenni a sor, és ezért sokat kell várni. Mindig kapunk gyümölcsöt, vagy valami finomságot az ebéd mellé. Szeretném, hogyha többször lenne piskóta, csak jöntettel, a harrudacskák. Mi a te kedvenced? A piskóta. És a levesek között? A gulyásleves és a gyümölcsleves. Az igazgató szerint a kiszolgálás minősége, illetve a konyhások kedvessége legalább olyan lényeges, mint a változatos étrend. Természetesen nincs olyan, hogy mindenkinek meg lehet felelni, mindenkinek az igényeit ki lehet elégíteni, de én azt gondolom, hogy mindent megtesznek az itt dolgozók és a cég is, aki szállítja nekünk más településről, érkezik az ennivaló gyerekeknek, mindent megtesznek azért, hogy megfelelően legyenek látva az üllőiskola dolgozói és diákjai. Diákok kiemelték azt is, hogy nagyon változatos az ebéd, nagyon sok minden félét kapnak. Ez része lehet az új közétkeztetési reformnak? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ha megnézzük az étlapot, hétről hétre azért megpróbálnak változatos és valóban egészséges ételeket adni a gyerekeknek, illetve az itt dolgozó felnőtteknek is. Azt is fontosnak tartom megemlíteni, ahogy már korábban is tettem, hogy bár a reform konyha és a reform étkeztetés ugye most nemrég indult, a cég, aki itt működteti az üllői konyhát, ők egyfajta átmenetet alkalmaztak, nem pedig egy huszárvágással hirtelen megszüntettek minden régi étkezési módot, és akkor teljesen újat vezetnek be. Okosan csináltak szerintem. És még egy fontos dolog, nem csak a ételek finomságát, változatosságát emelték ki a diákok, hanem a konyhásnőiknek a kedvességét is. Azt hiszem, ez is nagyon fontos. Hála Istennek, hogy ez így van, és nem csak az a helyzet, hogy most hallottam, hanem számtalan esetben találkoztam is azzal, amit a gyerekek mondtak. Én azt gondolom, hogy egy iskolai közösség, egy iskolai élet akkor igazán jó, ha mindenki jól érzi magát, ha mindenki tudja, hogy mi a feladata, és azt megpróbálja maximálisan elvégezni, és ha még ez kedvességgel is teszi, én akkor azt gondolom, hogy mindenki számára ez megfelelő. És ha még lesz csokis piskóta tekercs, akkor szerintem mindenki elégedett lesz. Hát a csokis piskóta tekercsnek szerintem nem csak a gyerekek, hanem a tanárok is nagyon-nagyon örülnek. Williams Televízió.